Beszéljünk arról, foglaljuk össze, hogy mi történt a nyár folyamán. Hát abból a szempontból még a nyár kellős közepén van, hogy igazgatási szünet van itt a Városházán, ezen a héten még szabadságon vannak a kollégák. Volt erre korábban is példa, ha nem is két hétig, de volt már, amikor egy hetes szünetet tartottunk, illetve hát a karácsonyi ünnepi időszakban rendszeres, hogy néhány napra szünetet tart a hivatal. Hétfőtől kezdjük, egyszerre fog visszajönni a valamennyi kolléga, úgyhogy újult erővel, és hát bízom benne, hogy mindannyian kipihenten fogják folytatni a munkájukat. Az iskolák és az óvodák szeptemberben nyitnak, várják majd a gyermekeket, készen állnak arra, hogy fogadják a gyerkőcöket? Semmiféle olyan információm nincs, hogy ennek különösebb akadálya lenne. Most éppen egyébként több tábor is folyik a városban. Egyrészt a gondozóközpontunk az önkormányzat táborát bonyolítja még a napokban. Mellette vannak olyan gyerekek, akik az Erzsébet táborban vannak a Balatonon, illetve a helyi Hungarikum Klub és a Német Nemzetiségi Egyesület szervezésében ezen a héten van egy érdikum tábor, amit a helyi nevezetességekkel és a legérdekesebb, legizgalmasabb érdi helyszínekkel foglalkozik. Ennek voltam egyébként délelőtt én is a vendég egy rövid ideig. Kint voltunk az Elvira Majorban a srácokkal, ott a gyerekek a gyümölcsökről, meg a génbanki munkáról, illetve hát a gyümölcs nemesítésről hallhattak érdekességeket. Örök, állandó téma az utak, az utak állapota. Ebben történt-e valamilyen előrelépés esetleg? Nagyon-nagyon készülünk rá, hogy rendelkezésünkre álljon végre az a elkülöníthető összeg, amiből tudjuk folytatni az aszfaltozási programot. Nagyjából egy olyan 40-45 utca került szóba, amiket sürgősen időszerű lenne. Inkább úgy mondom, hogy ezeket lenne a legfontosabb, hiszen azért érde még mindig van 300 kilométernél több murvás út. Tehát ennek a 43 utcának a felmérése részben egészében megtörtént. Itt ugye közművek, egyébként a domborzati viszonyok, kivitelezhetőség szempontjából a közterület fenntartó intézmény munkatársai ezzel már végeztek. Innentől már kizárólag a anyagi okai lehetnek, hogy ezt el tudjuk kezdeni, vagy sem. Hála Istennek ez a nyár már sokkal szabadabban telik, és sokkal többet találkozhatnak az emberek, vehetnek részt különböző rendezvényeken. Egy kicsit tekintsünk most előre, augusztus 20-ával kapcsolatosan mi az, amit tudhatunk? Mi még mindig elég óvatosak vagyunk, hát a városi kitüntetéseket egészen biztos, hogy ünnepélyes keretek között végre úgy adjuk át, ahogy már néhány éve szeretnénk. A városi rendezvényekkel kapcsolatban még azért nem mennék semmit különösebbet mondani, mert még mindig úgy érzem, hogy semmi nem biztos. Tehát itt a szabadságolások végén, meg a lehetséges negyedik hullámra készülve szerintem még sok minden változhat. Néhány olyan szeptemberi program van, ami biztosnak tűnik, például a Live Street Art, egy-két más városi rendezvényre bízunk benne, hogy sor fogunk tudni keríteni. Ezzel az augusztussal még azért kicsit óvatosak vagyunk. Igaz, hogy nyár van, és igaz, hogy még pihenés, de mi az, ami még ebben a hónapban várható fejlesztések tekintetében akár itt érne? Hát igazából inkább ez a rákészülés időszaka, ahogy említettem, még a kollégák is szabadságon vannak, bár ez sem teljesen igaz, hiszen néhány kivitelezés az folyik azért a városban. Éppen a múlt pénteken jártam a Technikus utcában, ahol egy földkábel behúzása okozott a kisebb galibát. Borzasztó egyszerű a dolog, a tervezett nyomvonal, az számos fának, számos növénynek lenne az útjában, úgyhogy ezért igyekszünk egy másik nyomvonalat találni, természetesen a lakosság teljes egyetértésére, illetve az ő megkeresésükre próbálunk egy másik nyomvonalat megoldani. Bízom benne, hogy erre a napokban sor tud kerülni, és akkor mindenki megelégedésére fog tudni folytatódni a munka. Egyébként a Modern Városok programoknak a különböző projektjei folynak, ezen dolgoznak a kollégák, illetve beszerzések szép lassan el fognak indulni, eszközbeszerzésekről beszélek elsősorban. Úgyhogy amit tudunk, azt megteszünk ebben a kicsit nyugodtabb, vagy kicsit ilyen szabadságolósabb nyári időszakban is. Pár gondolat esetleg az előválasztásokkal kapcsolatosan, az ugye nagyon nagy energiát, erőt, időt igényel mindenki részéről. Persze, nyilván ne áruljunk zsába macskát, én részvevőként is érintett vagyok az előválasztásban, ugye készülünk ebben a formában a szeptemberre. Itt érdem valódi, illetve ez egy teljes választókörzetben, érdem és a hozzá mellettünk lévő öt kisebb településen. Itt komoly küzdelem várható, itt komoly előválasztás lesz, ugye az ellenzéki előkészületeket néhányszor érték ilyen kritikák, hogy nem is biztos, hogy ez egy valódi versengés lesz minden egyes választókörzetben, itt Pest 01-ben, tehát Érd, Tárna, Puszta, Zámor, Sóskut, Diósd és Török Bálint tekintetében biztos, hogy komoly versenyre lehet számítani. Kampány van tulajdonképpen változó intenzitással, nyilván ez is majd augusztus végén fog komolyabban elindulni, és hát én nagy izgalommal várom a szeptember 18-at, amikor elindul majd a előválasztás szavazós része.